Segítenek a bajban, szállást biztosítanak az egészségügyi dolgozóknak. Vakcina, sikeres kampány az influenza elleni oltásért. Hazai pályán kaptak ki, a Békés Csabai röplabda csapat jobbnak bizonyult Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Különleges felajánlást tett egy siófoki szálloda. A négycsillagos hotel térítésmentesen biztosít szállást azoknak az egészségügyi, illetve rendvédelmi dolgozóknak, akik ideiglenesen a balatoni városban teljesítenek szolgálatot. A cél, hogy ezzel is segítsék a koronavírus elleni védekezést. Adta magát, hogy most is megpróbáljunk valamit tenni a védekezés támogatása érdekében. A környezetünkben azt tapasztaltuk, hogy a külföldiről hazaérkező magyaroknak kevésbé merült föl az az igénye, mint akkor a tavaszi járványveszély során, hogy az elszeparálás az otthonékban nem tudták volna megoldani, és tekintettel arra, hogy ez most nem merült föl, így a másik kézenfekvő megoldás az az volt, hogy a siófoki kórház közvetlen közelében helyezkedik el a szállodánk, így az ott szolgáltat teljesítő ápolók, orvosok, vagy esetleg az ő tevékenységet támogató rendvédelmi szerveknek próbálunk segítséget nyújtani azáltal, hogy az ide vezényelt kollégákat elhelyezzük. Adott az infrastruktúra, adott a szálloda, gyakorlatilag folyamatos működésben voltunk egészen mostanáig, így gyakorlatilag különösebb felkészülés nélkül egyszerűen csak meghirdettük ezt a kezdeményezést. Nem volt különösebb teendőnk, a szálloda fel van készítve a további működésre, egy téli szezonra készültünk. Remélhetőleg most 30 nap erejéig ez egy kicsit meg fog változni más jellegű működésben, de azért próbáljuk az adottságainkat a védekezés rendelkezésére bocsátani. Szállodai elérhetőségeinken lehet velünk felvenni a kapcsolatot, azért itt megvannak az információs csatornáink, amelyeken el tudnak hozzánk jutni. Gyakorlatilag az első nap már két kórházi dolgozó nálunk töltötte az éjszakát. Ha valakinek felmerül bármilyen igénye, akkor mi nyilvánvalóan tudunk segíteni. A szállodát olyan értelemben nem zártuk, hogy a személyzet azért készül arra, hogy 30 nap múlva folytatjuk a működést. Így a konyhánk működik, ellátást is tudunk adni, hogyha valakinek erre van igénye, egyébként pedig egy normál szállodai szobaszolgáltatásait tudjuk nyújtani. Mi csak reménykedni tudunk, hogy ez a felajánlás, ez egyrészt hatékony lesz és célba ér, másrészt viszont nem fog olyan szinten éleződni a helyzet, hogy nagyon nagy igény legyen rá, mi minden esetre a kapacitásainkkal felkészültünk. Március közepén a Célnapfény Hotelt, ami szintén Siófokon található, állítottuk a védekezés szolgálatába, akkor külföldről hazatérő magyaroknak nyújtottunk szállás lehetőséget a két hetes karantén időszakára. Egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy akkor az embereknek nagyon sok volt ez a két és fél hónapos bezártság. Gyakorlatilag amint lehetőség volt rá, ez a pünkösdi hétvégén volt először, akkor onnantól fogva megteltek a balatonparti szállodák, így mi is mind a két szállodánkkal, és egész ideig egy nagyon szép nyári, illetve őszi időszak volt, ami most egyik napról a másik, talán még gyorsabban, mint a tavasszal ugye befejeződött, és azonnal át kell tennünk egy ilyen vészműködésre. Karácsonyra és szilveszterre is vannak foglalásaink, érdekes módon ezek még jelenleg nem kezdtek el kopni, a vendégek kivárnak, de hát ugye erre a következő 30 napos időszakra is 50% fölötti állapotban volt a ház. Nyilván ezeknek a vendégek az áthelyezéséről gondoskodnunk kell, vagy gondoskodnunk kellett. Szerencsére a vendégeink megértőek, és tudomásul veszik, hogy a jelenlegi járványhelyzetben mindenkinek egy kicsit fájdalmas ez a dolog, de mi mindenképpen próbálunk méltányos megoldásokat találni arra, hogy a vendégeinket ne érje semmilyen kár. A magyar emberek egészsége a tét, a térségben minden eszköz biztosított a járvány idején a betegek kezelésére, erről beszélt híradónknak Vicman Mihály. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a jelenlegi helyzetben az összefogás, és nem pedig a hamis hírek terjesztése visz előrébb.
Míg az operatív törzs, míg az előbb említett akár egészségügyi dolgozók, vagy éppen említhetném a szociális és a iskolai dolgozók mellett a főiskolásokat, egyetemistákat, akik szintén kiveszik a részüket a védekezésből, a tesztelésekből, egy széles körű összefogás alakul ki Magyarországon, pontosan azért, hogy tehermentesíteni tudják az egészségügyi ellátórendszert, hogyha jók az ismereteim, a Siófoki Kórháznak már 33 lélegeztetőgép érkezett a közelmúltban, tehát kórházi ágyak tekintetében vagy lélegeztetőgépek tekintetében is nemzetközi összehasonlításban is dobogós helyen áll Magyarország. Természetesen jó lenne azt elkerülni, hogy ezeket az ágyakat ne kelljen igénybe venni, és ezeket a műszereket ne kelljen beüzemelni, és a vakcinával lehetőség szerint minél hamarabb ezt a járványt el tudjuk zavarni, ne csak Magyarországról, hanem Európából és az egész világról egyaránt. A járványügyi intézkedések szigorú betartását rendelte el Kaposváron Szita Károly polgármester. A somogyi megyeszékhelyen is egy hét alatt megduplázódott a megbetegedések száma. Szerdától még szigorúbban fogják ellenőrizni az üzletekben, boltokban, közintézményekben és a közterületeken a maszk használatot. Az egyéni sportolásnál, a parkokban és a zöld területeknél nem kötelező a viselése. A szabálysértők ellen a rendőrség és a közterületfelügyelet eljárást indít, a büntetés 150 ezer forint is lehet. 5203 újabb koronavírusos beteg van, 152.659 a beazonosított fertőzöttek száma, összesen 3281-en haltak meg. Jelenleg 7477 beteget ápolnak kórházban, 576-an vannak lélegeztetőgépen. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, a katonák pedig több városban támogatják munkájukat. Mától 93 kórházban segítkezik, őrzi és védi az intézményeket a honvédség. Elmaradnak a Vörsi Betlehem adventi programjai. A döntést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kérése alapján hozta meg a Szent Márton Püspök plébánia. Egyénileg sem lehet látogatni. Közép-Európa legnagyobb Betlehemét tavaly már több mint 60 négyzetméteren csodálhatták meg a látogatók advent első vasárnapjától január végéig. Az óriási Betlehem gipszből, az ember és állati figurákat kivéve csak természetes anyagokból készült. Sikeres és fontos volt az influenza elleni kampány, véli Balatonfenyves házi orvosa. Veres Zsolt azt mondta, idén az oltással nem csak a betegség elkerülése a cél, hanem hogy a Covid miatt a kapacitásaik végén egyensúlyozó kórházak leterheltsége ne növekedjen. Somogyban jelenleg 2857 aktív koronavírus fertőzött van, ezzel megyénk a második legkevésbé fertőzött terület az országban. Az influenza oltási kampány szinte már mindenhol lezajlott, sok helyen teljesen elfogyott az oltóanyag. Ez a helyzet Balatonfenyvesen is, ahol a háziorvos elmondta, idén nem csupán az influenza elleni védekezés adja az oltás fontosságát, hanem hogy ennyivel is csökkentjük a kórházak januári-februári leterheltségét. A háziorvos szerint ugyanis új időszak kezdődött a koronavírus elleni védekezésben. Vége a tűrés határnak. Tehát meg kell mindenkinek értse, hogy a tegnap élt, ma és holnap már nem élhet úgy. Tehát ha tegnap beültem az édesapámmal az autóba, akivel nem érek egy háztartásba, és elmentem a piacra, azt már holnap nem tehetem meg. Se a barátommal nem beszélhetek 20 centiről, nem sörözhetek, mert egy új helyzet van. Ha pedig azt fogja kérdezni, ugyan már félsz ettől a vacaktól, akkor igenis azt válaszolom, hogy félek. De főleg téged féltlek, mert nem fogjuk tudni, hogy ketten közül melyik fogja túlélni. Tehát értsük meg már végre, hogy ha mi emberek nem fogunk megváltozni, és nem fogunk úgy viselkedni, hogy kell, akkor bele halunk. Veres Zsolt hangsúlyozta, fontosak és üdvözlendőek a kormány szigorító intézkedései, de mindenki mellé nem lehet rendőrt állítani, ezért mindenkinek saját magának kell felelősen viselkednie. Nem javasolja most a balatoni hajózást, csónakból horgászást a Balatonfejlesztési Tanács. A szervezet közbiztonsági testülete arra hívja fel a figyelmet, hogy a bevezetett intézkedések az őszinél is szigorúbbak a sport és szabadidős tevékenységeknél. A járvány miatt pedig csökkent a tavon a mentési kapacitás. Azt kérik, hogy mindenki legyen körültekintő, figyeljen az időjárás jelentésre. Fontosak a megfelelő kommunikációs eszközök feltöltve vízhatlantokban.
Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállalt az E.ON csoport. Az energiaszolgáltató nem kapcsolja ki az áramot tartozás miatt lakossági ügyfeleinél az adventi és a karácsonyi időszakban. Ez az intézkedés november 29-től január 8-áig érvényes. Azokat érinti, akik az E.ON áramszolgáltató Kft.-vel és az Elmű Émász energiaszolgáltató Zrt.-vel kötöttek szerződést. November végéig lehet pályázni a szőlőültetvényekkel kapcsolatos támogatásra. 3 évig közel 12 milliárd forint támogatást lehet elérni, közölte az Agrárminisztérium. Kiemelték, az elbírálásnál elsőbséget élveznek az integrált termelési láncokban résztvevő gazdák. Az egyéni terveket idén már a Magyar Államkincstár elektronikus felületén kell benyújtani. Február 28-áig bírálják el. Végig kiélezett játékban az 5. szedben maradt alul az MCM Diamant Kaposvár női röplabda csapata az Extra Liga rangadóján Kaposváron. A Békés Csabaiak végig jobban bírták a fej-fej melletti küzdelmet, és összesítésben 2-3-ra hozták a találkozót. Az első szettet, ha nem is simán, de hozta a hazai együttes, 12-10-nél tudtak először 2 ponttal vezetni. A szett végére nagyobb lett a különbség a két csapat között, de a második felvonásban fordult a kocka, és bár a hazaiak 18-18-nál egalizálták az eredményt, a szettet a vendégek nyerték. A félidei eredmény így 1-1 volt összesítésben. A második játékrész is döntetlent hozott 1-1 nyert szettel, a mindent eldöntő 5. felvonást pedig a vendégek bírták jobban. Akkor is el tudtuk bírni ezt az óriási nyomást, amit a Kaposvár gyakorolt ránk, hogy egy kulcsjátékosunk nem azt a teljesítményt nyújtotta, amit előzetesen vártunk tőle. Viszont akadtak remek egyéni teljesítmények, és csapatként is azt gondolom, hogy jól funkcionáltunk. Az pedig, hogy csapatként jól tudtunk dolgozni, az pedig annak a feltétele, hogy legyenek egyéni jó teljesítmények. A mérkőzést zárt kapuk mögött nézők nélkül játszották le a csapatok, amely a vezetőedzők szerint rányomta a bélyegét a mérkőzés hangulatára is. Nedeljkovics mester szerint a hazai együttes nem tudott kellőképpen felpörögni a találkozóra, és nem találták a megfelelő ritmust sem a blokkolásokra. Nem találtuk meg a ritmust, és ez egy picit olyan meg lett bosszantó is, hogy 5 játszmán keresztül ez nem sikerült. Sokan gyakoroljuk ezt a blokkot, sokan dolgozunk rajta. Most belenézik a statisztikába, 13 pontok volt blokkba, egy Békés Csaba ellen, ez ilyen támadók ellen, ez gondolom, hogy oké, de valahogy hiányoltam, gondoltam, hogy erre highballra jobban tudok reagálni. Nem tudtuk fölvenni, nem tudtuk a ritmusba venni a védekezésünket ilyen támadások ellen. A kaposvári együttes 2 vereséggel és 3 győzelemmel jelenleg a tabella 4. helyén áll. Pénteken pedig egy újabb nehéz mérkőzés vár a lányokra, hiszen a tabella 2. helyén álló Nyíregyháza csapatát fogadják majd. Segítenek a bajban, szállást biztosítanak az egészségügyi dolgozóknak. Vakcina, sikeres kampány az influenza elleni oltásért. Hazai pályán kaptak ki, a Békés Csabai röplabda csapat jobbnak bizonyult Kaposváron. A megyével kapcsolatos friss videókat a www.somogytv.hu oldalon nézhetik meg. Holnap többfelé kell ködre számítani, hamarosan mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Ma este 7:30 az Aktuálisban Neszményi Zsolt kormány megbízottal beszélgetek. Tartsanak velünk akkor is, szép estét, viszontlátásra!